Randy Smith a Smith Wood Design üzemeltetője. A cég specialitása, hogy egyedi megrendelésű bútorokat gyárt. Különösen a cédrust szeretem, mert kellemes az illata. Randy 2006-ban 5 nagy munkához vette meg az alapanyagokat, amikor az ingatlan piac összeomlott. A szerződései meghiúsultak, és csak egy-két kisebb munkája maradt. Feleségével, Sue-val nem tudták, hogyan fogják fizetni a házuk hitelét és a számlákat. Addig sosem éreztem ilyen gödörben magamat. Kifizettem a beszállítókat, tele voltunk az éppen megvásárolt alapanyagokkal. Azt gondoltam, az erdőben kell élnünk. Átnéztem a könyvelésünket, és nem találtam semmit, amivel kifizethettük volna a számláinkat abban a hónapban. Sue egy nap megkapta a választ, amikor a 700-as klub adását nézte. Eddig is folyamatosan fizették a tizedet, és partnerei voltak a CBN-nek. De úgy érezték, Isten azt akarja, növeljék az adományaikat. A könyvelés fölött imádkoztam, hogy ha ezt akarja Isten, akkor ezt fogjuk tenni. De mégis hogy csináljuk? Tartottam ettől. Amikor azt mondtam Sue-nak, hogy csináljuk, akkor magamban azt gondoltam, hogy meg fogunk halni. Miután emelték az adakozásuk összegét, Randy még mindig csak kis megrendeléseket kapott. Áttörésre volt szükség. Ekkor Sue azzal állt elő, hogy szerinte többet kéne adakozniuk. Akartam ebben hinni, de éreztem a sátán támadásait. Azt sugallta, hogy nem ezt kell tenni, ki kell fizetni a számláimat. Még a tized előtt. Randy végül átadta Istennek a teljes irányítást a pénzügyeik felett, és beleegyezett, hogy többet adjanak a CBN-nek. Nem sokkal ezután valaki egy 700 dolláros csekket adott neki. A hölgy azt mondta, hogy ült a gyülekezetben, és Isten azt közölte vele, hogy nekem szükségem van erre a pénzre. Smith-ék többet adtak, mint korábban, de a számláikat mindig időben ki tudták fizetni, és a könyvelésük is rendben volt. Minden hónapban volt egy csodánk. Azt láttam, hogy amikor adakoztunk, a vállalkozásunknak bevétele lett. Ez nem azért volt, mert adtunk, hanem azért, mert az Úr így cselekedett. Ő megáldja, amikor arra adunk, hogy valakit segítsünk, ahogy ezt a CBN is csinálja. Az elmúlt évben Smith-éknek több megrendelésük volt, mint valaha. Reklám nélkül is bőven van munkájuk a következő hónapokra. Isten felülmúlhatatlan. Most már kezdem teljesen megérteni. Amikor hitten lépünk, akkor Isten gondoskodik rólunk olyan módon, amit el se tudunk képzelni. Minél inkább csináljuk, annál inkább gazdagszunk. Ez így működik.